November 11-e Márton nap, amelyről sokaknak egy ropogós liba sült jut eszébe. De ki is volt Szent Márton, és mi történt a köpenyével, na és milyen népszokások alakultak ki a nap kapcsán? Szent Márton, akinek ugye ma már úgy nevezzük, hogy Túri Szent Márton püspök lett az ő teljes neve, nagyon, nagyon régre, tehát a 4. századra a Római Birodalomban nyúlik vissza az ő élettörténete. Azért is fontos az ő életkörülményeit, illetve azt a korszakot egy kicsit megnézni, mert a kereszténységgel való megismerkedése ebben a római időszakban indult el. A keresztény üldözések után 313-ban Nagy Konstantin, illetve Licinius császár, ugye kiadják a milánói ediktumot, aminek pont az volt a lényege, hogy az eddig a római birodalomban üldözött keresztényeket felmentették, szabad vallásgyakorlást kaptak, illetve teljes polgárjogot nyertek. Tehát ebben a vallási átalakulásban, ebben a millióban született, illetve élt Márton. Számunkra, a magyarok számára Szent Márton születése nagy jelentőséggel bír, ugyanis Szaváriában, a mai Szombathely területén, tehát Pannoniában született, és ez a kötődése a későbbiekben is az ő szent kultuszában Magyarországon meg is jelent. Márton családja Olaszországban, Páviában telepedik le. Ő pedig a keresztény tanokat megismerve nő fel, egész korá kisgyermekként, 12 évesen eldöntötte, a keresztény hitre tér. Ennek ellenére folytatva édesapjának úgymond a mesterségét, tehát ez szokás volt a római birodalomban, hogy a katona gyerekek szintén a római császári hadseregbe állnak be. Maga Szent Márton is lovastiszté nevezték ki, és így jutott el Galliába, az egyik ilyen helyőrséghez, Aminbe, ahol az első jótékony cselekedete történik. Ez az a történet, amelyet ma mesélnek, mint jó téteményt, amikor a lovastiszti köpenyét szétvágva rátelítette egy koldusra. Ezt a történetet nem csak az életrajzából ismerjük, hanem mindentől kezdve, sőt a 6. századtól kezdődően több száz éven át az ikonográfikus ábrázolásokon, tehát festményeken, üvegablakokon, majd a katedrálisokon, gótikus katedrálisokon, mozaikokon, szobrokon, tehát ez az ikonikus jelenet mindig megjelenik, és gyakorlatilag ez a ketté vágott köpeny az ő egyik ilyen attribútumává, mint szent attribútumává vált. De hogy kerül a Márton nap történetébe a liba? Amikor 371-ben Túrnak püspöke meghalt, tudjuk az életrajzából, hogy a szerénysége miatt ő nem szeretett volna püspök lenni, ezért ő a libák közé bújik el a legenda történetek szerint, akik gágogásukkal ugye elárulják Szent Mártonnak a helyét, és így kénytelen kelletlenül elvállalja ezt a püspökséget. Azonban az egész életét áthatotta a szerénység, az alázat és egy aszketikus szerzetesi életvitel, tehát ő püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. Maga a liba alaknak a megjelenése, illetve a legenda történetekben való megjelenése, az viszont egy későbbi dolog volt. Tehát mi is, a tudományos kutatás is feltételezi azt, hogy a libának, mint attribútumnak való megjelenése, az a 10. századtól kezdődhetett meg, és a művészeti ábrázolása, amiről ma a tudomány meg a művészettörténet tud, az csak a 15. századi, az első ilyen ábrázolás. Valószínűleg, hogy ez összefügg a keresztény egyháznak azon törekvésével, hogy a régi pogány hitvilágnak a tételeit keresztény jelképekkel fedjék el. Na de a Márton nap nem csak az egyházhoz köthet. A mezőgazdaságban ez a nap évfordító. Ezen a napon nagyon sokszor szétverték a nyájakat, a pásztorok elszámoltak az állatokkal, és ezen a napon az elszámolás után vagy újra fölvették őket dolgozni, tehát egy éves szerződést kaptak. Ugyancsak a különböző mezőgazdasági intézőket ezen a napon számoltatták el, és ugyanúgy új szerződést kaptak, a jobbágyok elszámoltatásának napja volt. Tehát ez mind-mind összefűződik a mezőgazdaság
szabadság végével és újra való indításával. A pásztoroknak ezen a napon Dunántúlon nagyon fontos szerepe volt a jövő évi állatáldomás, állat egészség és szaporulatnak az előmozdításában. Ugyanis a pásztorok házról házra jártak, jó kívánságokat mondtak el, vesszőnyalábot vittek a ház lakóinak, ami megint csak az állatok szaporasságát volt hivatott elősegíteni. A másik jellemző szokás volt, általában nyírfa vesszővel megvesszőzték az állatokat, ettől a beteg állatok meggyógyultak, ugyancsak a szaporasságot segítette ez elő. A jó kívánságokért cserébe a pásztorokat megvendégelték, és a kapott ajándékokat közös asztalra téve nagy lakomát csaptak. Ez lett a mai mártonnapi evésivás előzménye. Volt egy olyan mondás egész országban szokásban, hogy aki Márton napján tömött libát, kövér libát eszik, az a jövő évre való egész családja egészségét, bőségét biztosítani tudja. Tehát ez a hagyomány, ez a fajta gazdagsággal, egészséggel összefüggött hagyomány, ez ráragadt, átragadt mindig és mindenkor Szent Márton libájára is. Tehát innen jön az a szokás, hogy Márton napon libát kell ennünk.